Sziasztok! Lejöttünk a testvéremmel az élő tiszára petázni egyet a reggeli zagyva horgászat után, és megjött az első halacskánk, ami nagyon nagy meglepetést okozott, ugyanis csonti csokorra egy gyönyörű szép, kiveszem ide mindjárt a csónakba, egy gyönyörű szép kb. Hát olyan 2 kiló körüli csuka, 2-2,5 kilós csuka. Tisztán látszik, hogy a horog a szájában. Annyi szerencsénk volt, hogy fonodzsinór, vagyis fonodzsinóros előkén volt a horog, ezért nem tudta elszakítani. Az első sikerélményünk itt az élő tiszán meg volt a mai nap. Egyelőre nem nagyon akarnak jönni a keszegek. Kapás van, de szerintem nagyon picik lehetnek, és nem tudja felvenni a horgot. Már jó pár nagyobb marítnyi gombócot gyúrtam és dobáltam be ide magunk elé, ahogyan ahova dobáljuk a szereléket is. Abba reménykedem, hogy majd előbb-utabb beállnak a nagyobb dévérek, baglyok meg karikák az etetésre, és kiütik onnan a kis küszöket meg a kisebb testű keszegeket, és tudunk belőlük egy olyan jó 10-20 darabot szeretnénk fogni legalább, hogy tudjunk sütni. Megint rázza már valami. Piciket kis bele húzogat, de semmi érdemleges. Aztán amikor meg majd elkezdi cibálni, bevágok, és sajnos nincsen meg. Tehát most pedig már cseréltem egy mérettel kisebbre is a horgot, de az sem segített, úgyhogy ebből gondolom, hogy valami kis nagyon picik lehetnek. Na most igen, ő most megvan, és ez egy jobb hal is lett. Hát szerintem most ez most már keszeg lesz. Egyelőre. Már nem biztos, elég agresszívan védekezik. De, ó, egy szép keszeg. Egy szép keszeg. Na, végre. Ilyenekért jöttünk igazából. Úgy látom a giliszta meghozta a hatását. Csontiról gilisztára váltottam. Na. Ismét egy hal van a horgon, valószínű ez is keszeg. Szebbecske, jobbacskának tűnik ez is. Így van. Egy szép keszeg. Most vagy az van, hogy a gilisztára jobban a nagyobb testű keszegek jönnek, vagy pedig az, amit az előbb mondtam, hogy a sok bedobott gombócnak, meg a sok etetőkosárból kiázott etetőanyagnak köszönhetően megtalálták már a nagyobb testű keszegfélék az etetett helyet, és most már inkább azok fogják fölvenni a horgot, ami nekünk nagyon jó, ugyanis ezért jöttünk. Megint egy jobb hal van a horgon, ez is valószínű, hogy egy jobb keszeg. Így jön. Vaj, de szép. Szép dévér. Vaj, de gyönyörű. Közel kilós dévér. Agiliszta. Agiliszta. Fakfogod egy kicsit a kamerát, erre már levettem a fejemről. Közben megyám a felvételt. Nem voltam benne biztos, hogy bekapcsoltam azon, nehogy a kedves nézők nem maradjanak. Oké, ő is megvan. Na, úgy látom, akkor a giliszta lesz a nyerő. Megmutatom még azért a halacskát. Az egy gyönyörű szép tiszai dévér. Nem tudom, mi lehet a horgon, valószínű egy kisebb ponty. Uh-huh,
vagy egy nagyobb dévér. Nem. Sajnos. Sajnos vaklárma. Csak egy. Egy ágat fogtam. Semmi mást. Nos, a mai horgászatunk itt az élő Tiszán véget ért. Ezt a horgászatot is hál' Istennek sikerrel zártuk. Sikerült pár darab szép, ugye keszeget fogni. Van egy nagyon szép csukánk is. Illetve hát sajnos elment jó pár hal, ami lemaradt ugye párasztás közben. Ebből kettőt láttunk, az egyik egy olyan kisebb, ilyen 2 kiló körüli friss telepítésből származható kis pontyocska lett, az közvetlenül itt part szélen jött. És még a horgászat elején, körülbelül abból az irányból, egy olyan jó, talán 20 méterre a csónakból a testvérem akasztott egy jóval nagyobb pontyot. Egyszer mutatta meg magát sajnos, aztán fáradtás közben valami víz alatti tuskóba, vagy valamilyen fára rátekerte magát. És sajnos leakadt, úgyhogy az sem lett meg. De élmény az volt, az idő nagyszerű volt, szúnyogok hál' Istennek nem nagyon voltak, egy-egy talált meg minket, de elenyésző volt, úgyhogy élmény, siker megint volt rendesen, és ez volt a lényeg, hogy megint csak 10 voltunk és petáztunk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és ha ki még nem iratkozott fel, akkor az mindenképpen iratkozzon fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!